Hogy szoktatok csajozni? Júj! Bókolás az szokott működni? Az mindig működik. Hogy kell bókolni egy lánynak? Szerintem egyszerűen csak le kell szólítani. Van kedvetek lesz szólítani most itt valaki? Gergő. Itt vannak hárman, nagyon jó. Itt van három csaj. Hölgyeim! Pillanatra! Nem tudsz ide jönni egy pillanatra? Picit! Na, egy pillanatra! Egy pillanatra! Ja jó, várok! Telefonál, és utána ide jön. Benne lesztek a tévében! Ez bók! Hát persze! Jó, bocs. Na gyertek, gyerünk! Ez jó volt, Gergő! Valami szépet, ne véskeltek, valami szépet! Keresünk három szép, mert már körbenentünk az egész Moszkva téren. Nem volt könnyű. De ilyen gyönyörű masértek, tehát nem lehet? Ja, nem lehet szép. Szép szűk a helyettek. Szűk és barna. Jó, szűk és barna. Köszönjük szépen. Na jó, így már felállt. Lányok, elvihetünk melleteket valahova? Na, mit szóltak? Hát, tök jó. Már most a fiúkhoz? Ja, hát... Aranyosak. Igen. Jól néztek ki. Igen? Aha. Igen. És ez elég is volt, mert a bókokat nem sorjázták annyira, hogy így figyeltem. Nem volt elég. Túl keveset mondtak, és ilyen túl erőltetett volt. Igen, ilyen túl sablonos. Ilyen szép ilyen... szemetek van, meg ilyenek. Igen. Ami egyedibbet kellett volna. Meg ezt így nem lehet egyből, hogy megadod a telefonszámodat? Igen, szóval, meg egy kicsit várnunk. Igen, és akkor utána. Meg kell ismerni, utána kell szépen lassan a telefonszámot, aztán... Jó, azért nem voltak könnyű helyzetben, mentem őket, hogy azért ez mégse egy egyszerű szituáció. Igen, aranyosak voltak. De a TV taxival csajozni nem olyan könnyű.